Mint azt észrevettétek, hétvégén bezárt a vadászkonyhó. Nem, <laughs> átalakult a vadászkonyha egy kicsit. Mert, mert változásokra van szükség, én úgy érzem. És talán, hát ilyen 6-7 év streamelés után végre körvonalazódott bennem, hogy mégis mit szeretnék, mit szeretnék a Discordomtól. Úgyhogy ti is, meg én is jól érezzem, jól érezzük magunkat. Um, ami most történt, az annyi, hogy aki, akinek nincs feliratkozása, nem Patreonos és nem Nitrós booster, valamint nem írt a, 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 Discordra az elmúlt egy, hét, ö, egy hónapba, az nem lát semmit, kivéve, kivéve a, az infopultos szobákat. Már is prezentálom, hogy ez mégis micsoda, valaki nem tudná, hogy mi van. A fehér Discord ne zavarjon meg titeket, ez mindössze azért van, hogy meg tudjam különböztetni... Meg tudjam különböztetni a, a rendes Discordomat a, a, az alt-discord lajos Lajostól. Vigyázat! Ez most kisütheti a szemeteket. Uh, szóval a Discord szerver így néz ki azoknak, jó hát a mod voice-t azt nem látják, de hogy így néz ki azoknak, akik, uh, akiket az előbb felsoroltam, aki, aki, aki nem tett, nem nagyon tett hozzá az elmúlt időkben, illetve nem támogató, uh, nem támogatom. Szóval, hogy, hogy így néz ki. De ettől még ugyanúgy értesülhet a menetrendről, a a Twitch-es streamekről, a Youtube-ról, a Youtube archívumos feltöltésekről, a Twitter bejegyzéseimről, az Instagram posztjaimtól, a TikTokos videókról, a Patreonos bejegyzésekről, amik annyira nincsenek, a játék értékelésekről, amik ugye Twitteren is meg vannak osztva, olyat is csinálok egyébként, hogy értékelem a játékokat, amikkel játszani szoktam. Facebookos bejegyzéseket, nem tudom, ez azért van legalul, mert Facebookozni már nem nagyon Facebookoznak az emberek. <gül> 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 Szóval, hogy attól függetlenül mindenki értesülhet itt a dolgokról, a közösségi dolgokról, hogyha szeretne. Ezt egyébként javaslom azoknak, akik, akik vagy az egyik, vagy a másik platformon nincsenek van, de szeretnének értesülni a dolgokról. Például Twitter fiókja nem mindenkinek van, Instagramja sincs mindenkinek, hát a Facebookos bejegyzéseket se sokan követik, úgyhogy itt, ha rányomsz, akkor mindenféleképpen kapsz értesítést ezekről. Meg, ami nektek nagyon sokat soko szokott segíteni, azok a twitteres, twitteres, a twitches értesítések, a kis csengő gombra, hogyha rámentek, akkor itt itt lent reakcióformájába, itt, akkor kaptok értesítést, amint elkezdődik a stream. Szóval ezeket egyébként ajánlom nektek. Jelenleg ehhez fér hozzá mindenki. Na már most, még mielőtt valaki azt hinné, hogy ez az átalakítást, a, azt a célt szolgálja, hogy minél többen támogassatok, és hogy, hogy elszaporáljam azokat a nézőket, akik ö, pénzzel támogatnak, azoktól, akik nem tudnak pénzzel támogatni, félreértés essék, erről szó sincs. Itt igazából arról van szó, hogy szeretném megszűrni a, egy kicsit a Discordot, mert ö, zavaró volt számomra az, hogy... Ö, Teljesen random emberek bejönnek a szerverre, akár bejönnek a voice szobába is, és, és igazából csak vannak, meg írogatnak a chatre, de igazából senki nem reagál rájuk, mert nem ismerjük őket. És ez azért van, mert a közösség, ami épül, az itt Twitchen épül. A közösség, akik vagyunk, az, az itt a Twitchen épül meg. És én itt nagyon szívesen beszélgetek bárkivel itt az a helyzet, itt így sem. De Discordon én már csak kikapcsolódni árok, és ott nekem nincs mindenki kedvem. Nincs kedvem Jóskához, Pistához, aki azt, akarja megkérdezni, hogy mikor lesz hard mode stream, és ahhoz sincs kedvem, hogy megkérdezze azt, hogy miért nem megy a Fortnite a gépemhez. Egy szűkebb, egy szűkebb közösség lesz, ter, van terve a Discordon akik, akik itt már ismerik egymást, itt a Twitch-en megismerték egymást, én bevonom őket, az a helyzet, hogy nincs értelme annak, hogy teljesen random emberek feljöjjenek a Discord szerverre, akikről nekem gőzöm sincs, hogy kicsoda, mert hogyha nekem gőzöm sincs, hogy kicsoda, ki aztán honnan tudjátok? Két random ember nem hiszem, hogy feljönne a szerverre, hogy beszélgessen a voice szobáinkba, vagy vagy kibeszéljenek dolgokat a, a Bármilyen szobába. És uh, noha no, ez egoistán hangzik, ez a dolog, ah, amit most mondok, de nem működik, nem működik a kommunikáció, nem működik a, 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 azoknál az embereknél a közösségbelépés, akiknél én nem vagyok jelen úgy vagyok jelen, hogy meglátok itt valakit a cseten, és elkezdek vele beszélgetni, mint például a Happiness Arénával, mert ő itt van a cseten. És akkor észreveszitek ti is, hogy hát ez a Happiness Aréna, ez biztos, biztos jó fej, hiszen ilyen ter is beszélt vele, beszélt róla, ti is elkezdtek beszélgetni vele, és így és így behúzódik, behúzódik a, közösség, közösségbe, ő is a közösségnek a részese lesz, lehet. De hogyha nem szól hozzá, nem nagyon reagál, akkor, akkor ő nem tud a közösség része lenni. És uh, ehhez van egy uh, jó hasonlat, ha uh, elmentek táncórára, és azok az emberek vagytok, akik elmennek táncórára, és csak néznek, ti csak néztek, akkor veletek alapvetően nincsen nagy probléma. Viszont azoknak az embereknek ez egy kicsit feszélyeztető, akik ott vannak és táncolnak, és nem tudják, hogy kik azok, akik nézik őket. Mert mert az emberek nem feltétlen szeretnek a nagy nyilvánosság előtt csinálni dolgokat. És persze, ha tudomásod van róla, hogy ez majd kikerül valahova internetre, ahogy, ahogy táncoltok, akkor azt mondod, hogy oké, okay, de hogyha nincs tudomásodról, és teljesen random arcok oda jönnek, akkor ez nem veszi annyira jól ki magát. Ott ott vannak a stalkolók. Értitek? És az olyan fura. Nekem nincs bajom a stalkolommal, de én, én egy közösséget szeretnék képviselni, megvédeni, és egy közösség úgy érzi jól magát, hogy nem mesztelenül van mindenki előtt. Uh, Úgyhogy uh, ezért, uh, ezért, uh, ezért zártam be, vagy zárom bejebb uh, a Discord szervert. És nem mondom azt, nem mondom azt, mert mert, mert, mert most őszintén nem hiszem, hogy ti, ki, 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 itt vagytok, és már nem első alkalommal, nem hiszem, hogy titeket bármikor is meg kellene moderálni a szabályzatok alapján. Tehát itt van, hogy, hogy, hogy megfelelő helyre tedd, hogy ne gyűlölködj, hogy viselkedj tisztelettel, hogy ne spemelj, ne jön fullba az emót és hát még üzenetet sem nagyon kaptam tőletek azzal kapcsolatban, hogy ti nem érzitek itt jól magatokat, mert, mert a tartalmat, amit ti szolgáltattok itt a Discordon, hogy üzengettek, írtok, be, megosztotok, beszélgettek egymással. A tartalmat nem kell megmoderálni. Nem kell titeket megmoderálni. Mert, mert, mert jól tudtok viselkedni. És én, nekem az a célom, hogy mint emberek, mint, mint emberek, mint közösség legyünk megmoderálva, azáltal, hogy, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Nem. Én, tehát, hogy ezzel ö, könnyen lehet, hogy a, az ilyen döntések, amiket, amik, amiket ö, amiet, amiet most hozok, hogy most ez egy szűkebb közösség, ö, ami itt lesz a Discordon, ez ilyen elitista lehet, vagy, vagy ilyen különc dolog lehet, de, de nem ez a célom. És nagyon sokszor elszaladaló, nagyon sokszor elszaladaló azokon a szervereken, akik. Ö, akiknél vannak ilyen szab szobák, vagy VIP szobák, vagy bármilyen különc rólos szobák, azzal kapcsolatban, hogy Fúj, láttad, hogy láttad, hogy ma is bejött Pistike 89 a Voice szobába, azt amúgy nem csinált semmi, csak kérdezgette a jelentőt, hogy mikor lesz ez meg az? Vagy irogatta, hogy miért nem megy a Forti a gépemen? És akkor nyomjátok, hogy Facebook, Pistike, de ostoba vagy, taka! Meg ilyenek, de hát ö, ez nem tartozik bele az ilyen mindennapi dolgaink közé. Nem tartozik bele a mindennapi dolgaink közé, hogy ilyen... Tehát például, amikor, amikor valaki vét itt a twitch a szabályzat ellen, vagy éppen valami súnya dolog történik, és, és egyszerűen eltűnik az üzenete. Vagy mert kitöröljük, vagy mert timeoutoljuk, vagy mert banoljuk akkor én azzal titeket védelek. És azzal is titeket védelek, hogy hogy azokat az üzeneteket is törlöm, töröljük, amik ehhez kapcsolódnak. Tehát megkérdezi valaki, hogy Pistike 89 mi lett törölve, mit írt, úristen, mi történt, mi? nem voltam itt, amikor valaki rosszalkodott. Ezeket az üzeneteket is törlöm, mert felesleges ezekkel az üzenetekkel foglalkozni. Ezek azért vannak, hogy nektek sokkal jobb legyen, és a szórakozásotok még tökéletesebb legyen. A Discord szerver pedig egy még ö, szűkebb, még ö, Hozzátok közelebb álló közösség legyen ennek következtében. Mm. Ja, szóval értetek, és értem. Tudom, önzőség azt mondani, de értem is uh, született ez a döntés, mert uh, mert egyre többször vagyok fent uh, voliszobákon, egyre többször próbálok aktívan részt venni a, a ti beszélgetéseitekben, és nekem nincs mindenki ezt kedvem. Történt már olyan bannolás is uh, itt a csatornán, a Twitch csatornán, hogy valaki egyszerűen, hát csak szerintem gyökér volt, vagy nem ide való, és itt kibannoltam. Nem vétett a szabályzat ellen, de láttam rajta, hogy nem ide való. Egyszerűen nem ide való. És Discordon is már született egy ö, jó párszor olyanban, ami azért született, mert nem oda való. És így nem vétett a szabályzat ellen, de szerintem vannak emberek, akik nem ebbe a közösségbe valók. És ennyi. Úgyhogy ez a változtatás szolgálja azt is, hogy a közösségi események egyébként egy, egy bizalmasabb, egy, egy, egy szűkebb réteg számára legyenek hozzáférhetők. Hát ezt most elég hülyén fogalmaztam, de a lényeg a lényeg, hogy bárki. Bárki el tud jönni közösségi eseményekre, vadásztalálkozókra, mozikázásokra, meg ilyenek, mert az majd itt, az infopultban lesz majd rá egy szoba, már egy, egy, egy 23. szoba is lesz. Lesz itt egy szoba a közösségi eseményekről, ahol csak meghirdetések lesznek. És ha valaki jelentkezik, akkor ő majd kap egy hozzáférést egy szobához, ami az adott eseményhez tartozik az adott eseményen résztvevők fognak majd hozzáférni a későbbiekben azokhoz az élményekhez, amik, amik, a képek szolgáltatnak. Hogyha éppen csináltok egy képet, az oda fölmegy, megosztjátok egymással, de nem mindenkivel, mert ha elmentek valahova, egy találkozóra, akkor nem célotok, hogy azt mindenki lássa, hogy ti ott voltatok, és éppen valamit csináltatok. Mit tudom, én már a nyolcadik piát isszátok meg, nem biztos, hogy azt mindenkivel meg akarod osztani. Elég, hogyha azokkal megosztod, akik ott vannak. Értitek, hogy mire célzok. Mert, mert az teljesen ok, és hogyha én, engem, én. Tehát engem nem érdekel az, hogy mi van fönt rólam az interneten. Hogy, hogy, hogy mit mondanak rólam az emberek. Ez, ez tök mindegy. De ti nem feltétlenül ilyenek vagytok, és szeretném, hogyha jól éreznétek magatokat, és el tudnátok engedni magatokat az ilyen találkozókon. Ezért ezentől, tehát ettől fogva a, a közösségi eseményen készült képek nagy része nem lesz mindenki számára látható, csak azok számára, akik ott voltak. Például. Például, például. Így van, mert ez azokra tartozik, akik akik ö, ott voltak az eseményen. Úgyhogy valahogy úgy fog kinézni, hogy jelentkezel egy eseményre, kapsz hozzáférést, ha nem jöttél el, elvesszük, és csak azok ö, lesznek ott abban a szobában, akik ott voltak. Tudnak egymásra beszélgetni, hazaértél, hova kell menni, mit tudom én, micsoda, és, és ott lesznek a képek, az élmények, és vissza lehet majd őket nézni. Uh, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog. A Discord fórumos funkciója sokat segítene ezen az egész dolgon, de mivel az még számomra nem elérhető ezért ez majd később változhat, változni fog, de erről majd úgyis akarok beszélni. Um, viszont mindenféleképpen szerettem volna nektek ezeket a dolgokat így kiemelni, hogy tudjatok róla, nem véletlenül történt az, ami történt itt a Discordon. Um, és ö, egy nagyon fontos dologról még nem beszéltem. Bonyolult setupnak hangzik így elsőre, de ha visszanézitek, majd volt formájába, szerintem ö, kicsit könnyebb lesz megemészteni, át, átrágni ezt az egész témát. Ö, de a kérdés, hogy akkor hogy lehetek fent a Discord szerverem? Hát például, aki fel, fel van iratkozva, aki nitrós booster, aki patreonos támogató, és aki az elmúlt egy hónapban bármit is írt ide a szervere, annak, annak van joga használni. Annak van joga hozzáférni, mindenhez hozzáfér, amihez eddig is. Már is keresem nektek, hogy mégis mihez fér hozzá. Vagy, vagy várjatok, meg is mutatom. Megmutatom, hogy milyen az, amikor mindenhez hozzáfér az illető. Itt hacker ha, ha manoskodunk. Azt mondja, hogy gyere, Lajos. Na, súgy már is megnyílt a Discord szerver, és elérhetővé váltak itt a hátam mögött a voice szobák, és az összes többi szoba, valamint a role is, amivel ugyanúgy hozzá lehet férni a játszós szobákhoz, a túrás szobákhoz, a botos szobákhoz, az ingyenes játékokról, akciókról, értesülésekhez. És uh, itt egyébként itt egyébként bekerült ilyen BTTV imóthoz hozzáférés, vadászkunyhon kívüli imótokhoz való hozzáférés. Ez, egy, ez a kettő dolog egyébként új, újdonság. Tehát ezt látják azok, akik támogatók, vagy az elmúlt egy hónapban bármit is írtak a Discord szerverem. Hogyan fog bővülni ez a közösség? Hogyan fog bővülni? Úgy, hogy én most engedélyezni fogok egy olyan ö, csatornapontból kiváltató mm, jutalmat, aminek az lesz a neve, hogy Discord Bérlet. Ö, és ezzel a Discord Bérlettel mindenhez hozzáfértek. A Discord bérlet 2023 végéig lesz jó, és 25 ezer csatorna pontba font fog kerülni. Ezt kiszámoltuk, hogy nagyjából két hónap, két hónap ak aktív stream nézése lesz, nagyjából össze lehet szedni. És így, aki szeretne fönt a Discordon, lesz rá lehetősége. Részt tud venni. És így, hogy ez egy szűkebb réteg számára elérhető dolog, így azok az emberek, akik itt lesznek, sokkal jobban fogják tudni értékelni azt, hogy ők ennek a közösségnek a része lehetnek. Úgyhogy lesz lehetőség, lesz lehetőség ide bejutni, illetve akik részt vesznek közösségi eseményeken, azok szintén kaphatnak hozzáférést, kaphatnak ilyen bérlete, bérlethez jogot. Nem mondom azt, hogy az elsőnél, nem, nem mondom azt, hogy a másodiknál, hanem azt, hogy kaphatnak. Ha jönnek közösségi eseményekre, azok, azoknak hozzáférést adok. Még akkor is, hogyha nem feliratkozó, meg nem ilyesmit Tehát, Tehát hogy ez, ez, ezek olyan dolgok, amilyen bárki számára hozzáérhető. Eljön, eljön offline eseményekre, kiváltja a csatornapontból. Már is ott a jog. Már is ott a jog. Úgyhogy. Uh, erről gondoltam, hogy érdemes lenne beszélni, mert talán, uh, talán tényleg mostanra körvonalazódott bennem az, hogy mégis mit szeretnék a Discord-tól. Uh, mitől érezném én, és uh, mit érezném én jól magam, és mitől lenne nektek ez egy sokkal bizalmasabb, uh, szűkebb uh, valami, és nem olyan, hogy tök random emberek odaírnak, meg betesznek egy linket, azt, azt sem tudod, hogy mi van. És, és, talán, talán egy kicsit közelebb hoz titeket egymáshoz. Honnan fog tudni az offline eseményről, ha nem látja a Discordot? Vagy az máshol is meg van hirdetve? Hát ezt mondtam, hogy lesz egy szoba az infopultba, ahol, ahol bárki tud értesülni, illetve ezek az események, ahogy a, egyébként a mozikázások, meg lesznek hirdetve ugyanúgy Facebookon is. Tehát mind Facebook értesítés is lesz ola, mind a közösségi események, lesz majd ilyen események, szoba, és akkor ott, ott lesznek, és lehet rá jelentkezni. Tehát, hogy nyomsz el egy imótot, és akkor tudjuk, hogy jöhetsz. Na, visszavolosom gyorsan a csetet, és lassan amúgy elkezdünk odozni. Nézzük, miket írtatok. A, 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 a. Ja, hát arról, az, arról meg ne is beszéljünk, hogy igen, Szemez írta, hogy így azok az üzenetek is meg lesznek szűrve, amiket ilyen scammer-spammer botok írnak. Természetesen ettől függetlenül ugyanúgy feltörhetik bárkinek a, a Discord profiát, attól, attól nem tudunk megvédeni, mármint, hogy próbálkozunk, hogy megvédjünk titeket de hogy talán így sokkal kevesebb lesz a Scammer link a, a csatornán. Gyorsan visszahason. Ja, hallom, írni nem nagyon írtam, bár sehova se szoktam már nagyon, de rendszeresen olvasnám egy pár szobát. Seki? Discord bérlet. A Discord bérlet mindenkinek megoldás jelent majd ebben az esetben. Egy, egy teljes évnyi. Sőt, ez most nagyon akciós. 2023 végéig, 2022-re már nem csináltam ilyen bérletet, de 2023 végéig, aki megveszi ezt a bérletet, annak lesz hozzáférés a Discordhoz. Illetve, illetve, aki feliratkozó, annak nem kell ilyen bélet. De hogyha igazán menő akarsz lenni, akkor feliratkozol, és még veszel bérletet is. És akkor megmutatod, hogy nekem van 2023 végéig Discord beleten, de még feliratkozó is vagyok. <laughs> Én például feliratkozott vagyok, de nem vagyok rakban a többiek között, csak elérhetőként. Akkor valószínűleg nincsen jól összekötve egyébként a, a Discord profilodat twitch de ebbe szívesen segítünk majd így, akár én is streamen kívül. Most próbálom gyorsan visszaolvasni a csetet, hogy nem maradjak le az üzeneteitekről. Szia Norian, szia Benji, szevasztok srácok! Bonyolult szetupnak hangzik, nem erre gondolok, hanem a megvalósítása nem egy triviális dolog ilyen bonyolultságú permission meg hozzáféréseket megcsinálni. Én ezt már megcsináltam, tehát szférakarcoló ez már egy létező dolog. Ez már egy létező dolog, ez már meg van csinálva. Üh, innentől kezdve már csak azzal kell foglalkoznom, hogyha ti, ti egy ilyen csatorna pontos jutalmat, vagy éppen valaki eljön egy közösségi eseményekre és azt mondja, hogy "Ah, ez a gerépa, meg ez a szférakarcoló, ez... Ez jó fejsrác, Jöhetnének, jöhetnének, a Discord szerverre, mert én ilyen emberekkel akarok dumálni. Úgyhogy, ja. Oj, új, ugrat, ugrott egy jó nagyot a csetem. Igen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay. Jó. srácok, hogyha valakinek az írásáról lemaradtam, Nyugodtan írjatok, kukacoljatok meg, én most azt hiszem mindenkinek az üzenetét átolvastam. Még egy nagyon fontos dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretném volna nektek elmondani, nincs azzal gond, nincs azzal gond, tehát hogy nincs azzal gond, hogyha egy Discord-szerver, egy, akár egy streamer Discord-szerverre teljesen nyilvánosan fut, de én úgy gondolom, hogy mi egy másfajta közösség vagyunk, nyilván mindenki azt mondja, hogy ők egy másfajta közösség, én úgy érzem, hogy ennek a közösségnek uh, erre van szükségem. Ez egy jó irány, én úgy döntöttem, ha nem jó út, akkor vállalom a felelősséget, lehet, meg lehet ostorozni. Csak azt nem értem, hogy ez a teljesen random embereket nem hiszem, hogy kiszűri, mert a 25 ezer csatipont pont az nem olyan sok. Két hónap, uh, két hónapnyi aktív, aktív streameken való részvétel a 25 ezer csatorna pont. Ö, ö, nem kell ide Megpróbálom nektek megmutatni. Itt egy ilyen egy Twitch pont kalkulátor. Ö, itt van egy ilyen Twitch pont kalkulátor. Pillanat, ez most nem az, ami szerkeszthető. És itt, uh, itt uh, kikalkuláltuk ki a dolgokat. Na. Na itt van, srácok. Uh, Discord beállításokra küldöm, Hipelul. Uh, hogy is van? Hétszer, ötször, négy, nagyjából 140 órát streamelek egy hónapba. Uh, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen, ilyen 200, 280 óra az, hogyha két hónapban streamerek, és hát egy nagyjából 140 óra, tehát nagyjából egy hónap, hülyeséget mondtam, nagyjából egy hónapnyi teljes aktivitás kell ahhoz, hogy, hogy megszerezd a Discord, Discord bérletet. Tehát itt van az, hogy ha nem csinálsz semmit, csak nézed a streamet, úgy 208 óra összeszedni 25 ezer pontot, hogyha még nyomkodsz arra, hogy plusz pontokat begyűjtesz ott, akkor 78 óra alatt ezt össze tudod szedni. Hogyha ajándékoznak, vagy feliratkozolt ír egyel, akkor 170 óra, 173 óra úgy, hogy nem, nem nyomkodsz semmit, nyomkodása meg 65. De ehhez még hozzájár az is, hogy ha mit tudom én, watch streaked van egymás követő streameken ott vagy ö, többször is, akkor azért szintén pontok járnak, tehát ö, egy hónap alatt, hogyha aktív vagy, akkor össze lehet szedni, de két hónap alatt, vagy esetleg három hónap alatt simán. Még akkor is, hogyha nem tudsz mindig, ö, nem tudsz mindig itt lenni a, streamekem. streameken. Tehát nem tettem, nem tettem iszonyatosan drágálva ezt a szerverbéletet, szerintem nem lesz ilyen mindenkinek, és ö, nem hiszem, hogy mindenki ezt most be fogja váltani. Szó szóval azért a 25 ezer azért, azért, úgy úgymond... Azért, azért úgymond tenned is kell, hogy... Tehát, hogy nem fityeg ott mindenkinek 25 ezer a zsebében. Ha valaki mondjuk csak lörkölget, de például Discordon aktív, zodiák neked például már megvan a bérleted, mert te aktív voltál az elmúlt egy hónapban. <laughs> de, de egyébként, hogyha lörkölsz, ugyanúgy jön a csatorna pont a, a, a twitch és ugyanúgy, ugyanúgy be tudod váltani a Discord bérletre. Jelenleg egyetlen egy ilyen nagy utalom van most a twitch az a 25 ezer pontos Discord bérlet, amit mindjárt be fogok aktiválni. Úgyhogy, tehát, hogy ha nézed a streamet, jön a csatorra pont, és ki tudod váltani a Discord bérletet. De az jó dolog, hogy azért el lehet költeni valamire. Igen, el lehet költeni valamire, és noha már ezer éve mondom, hogy szeretném, hogyha több minden és el lehetne, előbb-utóbb majd el lehet. És még egyszer mondom, aki feliratkozó, annak egyébként nem kell bérlet, mert ugyanúgy hozzáfér mindenhez. Ha feliratkozóként bérletet vált ki, akkor csak extra menő leszel. Tehát hatalmas lesz, hatalmas lesz az e is. Mik ezek a statisztikák? Hétfő van, vagy mi? Á, hát, hétfő van, hétfő van. Hát zodiák egyébként is kapott, tehát hogy jó páran kaptatok bérletet, szóval azt nézzétek majd meg, tehát mielőtt még kiváltanátok, jelenleg 49 49 ember az, aki kapott Discord bérletet, például te is közte vagy zodiák, meg Talzian is, meg Szélakarcol, meg Szemáz is, meg, meg Pocó is, meg Soralt, nem, tehát hogy kaptatok Discord bérletet, 49-en. Ha tudjátok magatokról, hogy aktívak voltatok, tehát hozzászóltatok a szerverhez az elmúlt egy hónapban, akkor nincsen para, még akkor sincsen para, hogyha lejár a feliratkozás, hogy bármi ilyesmi nem kell, amiatt izgulnak, hogy nem lesz hozzáférésük a Discordhoz. Csomó halmaz van, szávgiftet kap, csatornapontot bevált, előfizető, eljön közösségtalira, szerintem ha valaki része akar lenni a vadász közösségnek, nagyon szerencsétlennek kell lennie, hogy egyik halmazba se essen bele. Szerintem is. Szerintem is. Ez, ez, ez így van. Ez így van, úgyhogy... Srácok, ha szeretnétek, én most ezt elérhetővé... Hát amúgy tök mindegy, hogy szeretnétek-e... Én ezt most elérhetővé teszem, tehát aki szeretne Discord-bérletet, most már tud kérni. Ez azoknak nagyon fontos, akik nem tudnak uh, uh, pénzbeni támogatást nyújtani, és nem írtak hozzá, nem írtak a csetre az elmúlt egy hónapba, és nem vettek részt közösségi eseményekben. Ez egy nagyon szűk réteg szerintem, amit most felsoroltam, de hogyha vannak ilyenek, azoknak most ez nagyon jó lesz. Úgyhogy ennyit erről, srácok. Ennyit a Discordos reworkről. Szerettem volna veletek ezt mindenképp megosztani, mert ez, egy, mert ez egy fontos dolog, és nem csak az én érdekeimet, hanem, a, hanem nagyban a ti érdekeiteket is szolgálja. Főleg, főleg. Főleg azért, mert, mert ez nektek is sokkal jobb lesz, ha már csak a közösségi eseményekre eljöttök. Akkor biztonságban lesznek a dolgaitok, a képeitek, ahogy, ahogy egymásra az alkoholt.